Szervusz! Szervusz, üdvözlöm a nézőket! Betegség a szerelem? Hát az egy, inkább úgy mondom, egy hiányérzet, amit próbálunk pótolni magunknak, próbáljuk valahol elérni, és azért ennek is megvan egy úgymond technikája, hogy ne ilyen vak szerelembe essen az ember, mert akkor pont akkor a csalódás is tudja érni, ami általában olyan eredménnyel végződik, hanem azt is, mivel a tudatosodás evolúciójában veszünk részt, azt is meg kell érteni, hogy az hogy működik, és azt ne csak vakon fejest ugorva bele, mert az akkor eléggé bizonytalan, és akkor jön a micsoda féltékenység folyamatosan. De a szerelem az vak? Amikor elkezdesz nagyon érezni, akkor nem nagyon számítanak azok a dolgok, amik később esetleg számítanának. És olyan érdekeset mondtál, mit keres az ember a másikban? A pszichológia már eleve meghatározza, ugyanis szó van a pszichológiában is arra, hogy mind a két nem bennünk él. Tehát ha egyszer fizikai testünk jelenleg férfi vagy nő, akkor az van többségben, többletben. Azonban inkább hívjuk bennünk élő gyermek, amiről már rengeteg könyvet is megjelentettek, az ellenkező nemű kisgyerek. Megmutatnád azt, hogy gyönyörű? Igen, a kollégát, ha megkérjük a szeretők képet, hogyha bevágná nekünk, hogy a kedves nézők is láthassák, ami sokkal érthetőbbé teszi az egészet. Tehát mindannyian egész életünk során, tudatosan vagy tudattalanul, ezt próbáljuk úgymond egyensúlyba hozni magunkat, a bennünk élő gyermeket valamennyire felnevelni. Itt a kép, amit láthatunk. Igen. Na most nézzük, mit mutat a kép. Ha a képen látjuk, és megfigyeljük, hogy van a szőkehajú király lány és a feketehajú király fiúcska, tehát vagyis a nagyok, úgymond, azok előtt még van két kisgyerek. Azonban a királylány előtt fiúcska van, és király fiú előtt kislány. Na most ez tulajdonképpen azt szimbolizálja, hogy a bennük élő kisgyerekekről van szó, és attól, hogy ők kezet fognak fizikálisan a valóságban, attól még a bennük lévő kisgyerekek is kezet kell fogjanak. Tehát a nőben élő kisfiúcska meg kell kapja a férfiban lévő kislánynak a kedvességét, és ha azt megkapja, akkor igen. Mert nem a ruhás szekrény bodybuilding a férfi ideára vágyik egy nő, hanem arra a kedvességre, amit tud adni a férfiben lévő kislány, az ő kis fiúcskájának. És ugyanúgy a férfi mit keres a nőben? A nőben lévő kis fiúcskának a támogatását, védelmét, bátorítását. Férfiként sose látná be, és nem vallja be, de sajnos ez az igazság. De mi ezt nem tudjuk, amit most te elmondasz. Hát sok mindent nem tudunk mi ebben az életben. És ez biztos, amit te mondasz? Hát nem érzel rá az igazságára? Nem, így gondolkodom, de én inkább azt hiszem észre, hogy a szerelem esetében az ember, az emberi vonzalom, az a másik félnek a külsejét, a megnyilvánulásait, stb. Szereti, de arra én még soha nem gondoltam, hogy ő benne én a kislányt. De ahhoz, én a férfit szeretem. Jól gondolod, de ahhoz, hogy tartós legyen, és tényleg életre szóló legyen, ahhoz ez kell. Mert a szerelem az idővel úgy is elkapik, és akkor kialakul egy stabil tisztelet és szeretet. És akkor a tiszteletnél is azért álljunk meg, mert a nagy ő nem létezik. Tehát ha átgondolnánk azt, hogy nagy őre fel kell nézzünk, és a nagy ő nem fog lenézni ránk soha. Ugyanúgy, ha a saját helyen... Miért nem néz rá? Mert lefele nem nagyon néz az ember. Ha például rád pedig is... lefele könnyebb kapaszkodni fölfelé. Igen, de neked, mint társként az ego nem olyat keres, ami nála gyengébb, kisebb. Amit így lenéz, szó szerint. Érted? Igaz. Na ezért nem szabad azt keresni, mert az sose fog lenézni. Vagy a saját helyzetedben téged valaki úgy csodál, te vagy a nagy ője, te nem fogsz ránézni. Mert te látod az ő hiányosságait, tehát az az egyensúly nincs meg. Tehát a nagy ő az csak a saját szinteden kell létezzen, amelyik igenis megkapja és meg is adja a tiszteletet, amit keresel. És az egyen szinten van. Kedves nézők, szeretném önöknek most akkor mondani, amit mindig mondok, legyenek kedvesek, gondolják végig, hogy mi az, amit Leventétől kérdezni szeretnének. Mert szerintem itt olyan érdekes dolgok hangzottak el már is, amivel az az igazság, hogy lehet vitatkozni, de annyira biztos a dolgában,
Mit tudsz te, milyen végzettséged, vagy milyen érdeklődési köröd van, hogy te ezeket a dolgokat annyira határozottan tudod? Hát a múltkor is említettem, hogy ez közel 20 éve foglalkozom ezekkel a dolgokkal, és kimondottan az emberi egészségről. És az emberi egészséghez a teljességére van szüksége, amiben benne van a fizikai, az érzelmi és az intellektus szintje, tehát a szent hármassága. És azt pedig saját maga kell megvalósítja, és az, hogy milyen tudás által, és a tapasztalatokból sajnos nagyon keveset tanulunk, és ezért van annyi problémánk, annyi, mert még csak meg se tudjuk sokszor fogalmazni se egy helyes választ egy adott kihívásnál. Ha belegondolok, és körülnézek a környezetemben, meg tágabb környezetemben, 60 év fölött nincsen egészséges ember. És akkor még igazán nem is voltam igazságos, már 50 fölött sincsen igazán egészséges ember. És egyre több fiatalon is a betegeskedő, aki még nem igazán, de már mindenféle jel mutat arra, hogy itt lesz probléma, a gyomor, hogy gyomra fájdogál, a torka fájdogál, a feje, nem tud már úgy menni. Azt mondod, hogy ezeket mind magunknak csináljuk? Vagy a sorsot nem tudjuk kivédeni, mert nem készülünk föl? A sorsot nem csak, hogy nem tudjuk kivédeni, hanem a sors eleve nem hoznata olyan feladatot senkinek, mint amire ne lenne képes megoldást találni. Csak az a baj, hogy a berögzült személyiségünk, egónk miatt mindig egy adott szemszögből szeretnénk megoldani azt a feladatot. És azt nem értjük meg, hogy a saját szintünkön legalább 10 fokot menjünk arrébb, és onnan is nézzük meg ugyanazt a helyzetet, és onnan már teljesen másként tűnik, és más az értelmezése. Tehát a tudásunk mindig megvan a kihívásunkhoz, csak a rögeszmés, hogy mi így akarjuk megoldani, ez nem működik, és ezért megyünk falaknak örökké. Szóval azt mondod te, hogy az ember ismeri saját magát, tudja a saját képességét, tudja a saját feladatát, csak nem hajlandó megcsinálni? Nem, csak nem biztos, hogy működik. Mert egyetlen igazság csak akkor létezik, ha neki az működik. Belülről el tudja mondani, hogy igen, az én alapjáratomon, úgy, ahogy teszem a dolgom, kereteimen belül, és az működik, és akkor van csak igaza. Addig nincs. De hogyan tudom én meglökni azt a dolgot, hogy az akadályokat el tudjam leníteni, hogy el tudjam hárítani, hogy tudom én magamat fejleszteni. És egyáltalán elkezdek élni, elkezdek működni, gyerek vagyok, iskolába járok, leérettségizem, esetleg tovább tanulok, elmegyek dolgozni, szüleimmel élek, majd csinálok egy saját háztartást, saját családom lesz. Honnan tudom, hogy kellene fejlődni, hogy ne maradjak ott, ahol vagyok? Onnan, hogy már eleve gyerekként mindent nekünk megtanítanak, mindent eltanulunk a szülőktől, és az már eleve nem a mi valós rezgésünk, a mi valós stílusunk, hogy így mondjam. És erre már gyerekkorként rájövünk, de természetesen nem engedik, hogy ezt éljük, hogy ez kialakuljon bennünk, hogy járjuk a saját utunkat. Mert az mindenkinek egyéni. Tehát két embernek hasonló útja nincsen. És ezt pedig mindenki szeretné a receptet az életéhez, így úgy, de az sajnos saját magának kell a gesztenyét kikaparnia, úgymond a tűzből, és az csak egyénre szabott feladatok. De akkor viszont egyfolytában magunkkal kell foglalkozni. Meg kell értse, hogy mindaz a tudás, amit neki így mondtak, úgy mondtak, és neki az csak agadályoz, az nem helyes számára. Lehet valakinek működik, tehát ezért nincs olyan átlag igazság, úgymond, hogy azt most mindenki használja, az neki működik. Ez nem igaz. Ez személyre szabott, egyénileg, és ezért mindenki különböző, de azt el is kéne fogadjuk, nem mindig hasonlítsunk valakire, nem mindig másként viselkedjünk, mint ami valójában vagyunk belülről, tehát hogy azt megtaláljuk a saját kis sínünket, amin igenis tudunk haladni. Hogyha valaki úgy látja jónak, hogy például ne legyen teljesen őszinte a másikkal, mert nem akarja megbántani, mert nem akarja saját magát se kiadni, nem akar teljesen nyílt kártyákkal játszani, hisz mi köze a másiknak az én teljes belsőmhöz? Azzal én őszintétlen vagyok és nem jó ember? Na most ez az őszintétlenség is olyan, hogy az igazságot, a tudást azt ki kell bírni. Tehát amíg az a valaki nem bírja ki, még ha saját magának is keresi az akármilyen mélyebb tudásokat, ha ő beleroppan abba, hogy látja sok emberi szenvedéseket, akármit, akkor ez számára kár. Tehát ezért van elzárva a harmadik szemünk például, hogy nem érzékeljük az emberek gondolatait, érzelmeit, mert nem bírnánk ki. Tehát ha
tanfolyamokat, ezreket csinálnak, hogy harmadik szemnyitás, meg ilyen butaságok, de hál' Istennek 10 000 számba akad egy, ne adj Isten, hogy kinyitják a harmadik szemet. Na most az vagy odaért, hogy tényleg fizikálisan már olyan mesteri szintre ért, hogy neki eleve kinyillott volna éjszaka, vagy ha erőszakkal kinyitják, akkor fél éven belül őrültek be, házába kerül. Mert bele fog őrülni, nem bírja ki. És ezért vagyunk mi úgymond megvédve.